A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen magazin nézőit, Szűcs Róberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok, és nagyon örülünk, mind a ketten azt hiszem mondhatom, hogy ismét találkozunk, és nagyon remélem, hogy Önök is, kedves nézők, örülnek mind a 35 országban, ahol figyelemmel kísérik műsorunkat, és ezt mindig megköszönjük. Tényleg el voltam állva egyébként, hogy végignéztem megint ezt a listát, és azt mondtam, hogy te jó ég, hát küldtek nekünk, emlékszel, Vietnámból, Fülöp-szigetekről, Brazíliáról, Kanadából, Ausztráliából, Amerikából, az összes európai országról, Iránból volt olyan, Iránból küldtek nekünk, aki ott dolgozott ki, vagy ott ért kint hosszabb ideje. Tehát olyan helyekről küldtek, tehát ez, szerintem ez egy hihetetlen nagyon és nagy dolog. És azért is nagy dolog, hogyha már így nekiugrottunk, mert nem csak a kint élő magyarok, hanem a vegyes házasságok is már küldik a megfejtéseket, hát nyilvánvalóan lefordítják egymásnak, ez így van. De hát volt például olyan is, hogy azt hiszem Németországból, hogy a németek és a magyarok együtt söröztek, és közben nézték az adást, és fordították egymásnak. A harmadik birodalom okkult titkait nézték együtt, stílszerűen Münchenben, mert hol nézzék, és teljesen el voltak ájulva, hogy miképpen lehetséges, hogy emlékszel, hogy magukat nem csukják itt börtönbe, azért ilyeneket leírnak, és ő szépen söröket, és közben valós időben nagyon gyorsan, miután hát anyanyelvi szinten beszélt németül, fordította neki. Így van, hát úgyhogy még egyszer köszönjük. Na megmutatom a nyereményeket, mielőtt még a maira térnénk, meg a múltkorira egy pillanatig vissza. Immáron a februári Hihetetlen magazin, az Elit ördögi terve, és mítikus lények, aztán a CIA tudatmanipulációja, agymosott politikusok és sztárok. Ezt azért is mondtam így külön is, mert hát új a magazin, mert hogy a februári. És akkor itt van a két egybe csomagolt külön szám, csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a két legsikeresebb külön szám volt, ami gondolom azt jelenti, hogy ebből vitték a legtöbbet. Így igaz. És akkor itt van a GMO, a pusztítás magjai. Hát ez a bizonyos második világháborút követően időszakban, amikor London helyett már Washingtonban, nem mondok el mindent, nyerjék érdekes meg. És itt van immáron az összeesküvés elméleteknek az utolsó, a 28. kötete, mert hogy a kiadó ebből többet nem, az amerikai diktatúra. Ez a címe, de mint ahogy a múltkori adásban is mondtam, van más. Szóval lesz Köröszüli lelkesen dolgozik. Nagyon komoly összeesküvés könyvvel, Magyarország elleni összeesküvéseken, nem ebben a sorozatban, egy komplett könyvvel, milyen összeesküvések voltak, és nagyon bőven Magyarország ellen. És nagyon sokat lehet találni. De az elmúlt időszakban, tehát ez nem ez a mostani aktuális, hanem persze az elmúlt időszakban. Na, de akkor nagyon remélem, hogy a kettős honfoglalás is benne lesz. Minden vagy benne lesz, minden. Jó, na akkor a mainak az a címe, hogy Halálpanel. Te emlékszel arra, hogy utoljára mikor beszéltünk erről? Ez nem vizsgakérdés, csak 6 évvel ezelőtt, nagyon régen, 2013-ban. Hát ez az a bizonyos halálpanel és a betegség, meg hát a gyógyszeripar, meg az élelmiszeripar, és az ezzel kapcsolatos a betegségipar csapdái. Hát itt nagyon sok érdekes dolog lesz, és valahol én ezt el akartam mondani, mikor megnéztem az összeállításokat, de inkább most mondom el, hogy mielőtt elfelejteném, hogy egy kicsit aktuális is, mert biztos emlékeznek rá a nézők, vagy figyelemmel kísérik, hogy most az utóbbi 1-2-3 hétben, ahogy a hivatalos megfogalmazás van, influenza-szerű tünetekkel nagyon sokakat kórházba vittek, és néhány kórházban megtiltották a látogatást, tehát látogatási tilalom van, és akkor nem ezzel összefüggésben, nem áthallással, de a gyógyszeripar csapdáiról is fogunk mindenféleképpen beszélni. Aztán az is kiderül, hogy mi is ez a halálpanel, de azért kezdjünk talán néhány mondatot arról, hogy a múltkori adásban egyebek mellett arról beszéltünk, hogy hüllő lényekből is származhatunk, és hogy tulajdonképpen hibrid lények vagyunk, mert hogy annak idején minket is megalkottak, már csak azért is, hogy az istenek rabszolgái legyünk. Na most nem mondjuk el természetesen az egész múltkori adást, de ez nagyon sokakat megdöbbentett, ismét, mert egyszer régen már volt ilyen, hogy hüllő lényekből, de akkor, és nálam legalábbis az ismerősök leginkább azt tették szóvá, hogy van a hüllőmirigy, és ezt te nagyon jól elmondtad mind a kétszer, és tényleg most nem beszélünk butaságokat, ez tény.
Nagyon érdekes egyébként, hogy mert a műsorjaink valamilyen szinten azért egymásra épülnek, megmondom őszintén, most te világítottál rá hirtelenyiben, megvilágosodtam, amikor ezt elmondtad, és akkor döbbentem rá hirtelenyiben, hogy tényleg mi a kapcsolat egyébként ez a két dolog között. Én őszintén szólva, én nehezményezem, hogy azok a földön kívüliek, akik annó ide látogattak a földre, és abban a hiányzó láncszembe, amit mi így hívunk, amikor hirtelenjében, hogy te fogalmaztad a útkeradásban, nagyon látványosan felgyorsult a fejlődés, genetikai beavatkozásokat csináltak. Ez a genetikai beavatkozás nem lett túl sikeres, mert hogyha egy olyan sikeres lett volna, akkor mi most nem készítettünk volna egy ilyen műsort, Halálpanel címmel, hát lehet, hogy mi is a betegségről, meg a betegségiparról, így van, tehát 30 évesnek néznénk ki, és így feszítenénk, így van, pontosan. Supermanként, legközelebb olyan szerkóba kell jönni. De nem, de most képzeld el, hogy tényleg erről van szó. Mindenki tudja, hogy a genetikai beavatkozások napjainkban nagyon komolyan zajlanak. Most már eljutottunk odáig. Bocsánat, gondoljanak a mezőgazdaságra is. De most nem csak a mezőgazdaságra, most a gyógyászatra gondolok egyébként. A gyógyászatban most már elviekben meg lehet csinálni, miután feltérképezték az egész genomot. Tehát az embernek elkészült a géntérképe, körülbelül 10 éves munkával szabadon hozzáférhető mindenkinek. Ezek a géntérkép alapján meg lehet határozni, hogy milyen problémái lesznek esetleg egy újszülöttnek, még a megszületése előtt már, és már esetekbe is lehet avatkozni, tehát meg lehet csinálni ezeket a genetikai beavatkozásokat. Most én azért nehezményezem, vagy nehezszerek egy kicsikét a földön kívüliekre, mert hogyha most szóval mi... teszem náluk. Igen, köszönöm, most a 21. században mi az emberek eljutottunk odáig, hogy ezekkel a genetikai beavatkozással ki tudjuk küszöbölni bizonyos betegségeket, örökletes problémákat, legyen ez allergia, daganatos betegségekre való hajlamot, már bármifajta olyan problémát, amit cukorbetegséget, mindent, ami előfordul. Ide jöttek a hozzánk képest sokkal, de sokkal fejlettebb földön kívüliek, végrehajtottak egy genetikai beavatkozást, és a genetikai beavatkozás következtében hát egy eléggé problémás emberiség volt, hogyha körülnézünk, akkor az egész helyzet az hát legalább úgy avatkoztak volna közben, hogy egészségesek. Azt mondom, hogy lett volna egy szuper egészséges valami. Én nekem egyébként ugyanez volt, ugyanez az aggályom a teremtővel, a mindenhatóval kapcsolatban, mert hogyha ő neki szokásos... Igen, na hát neki ennyibe telik, ő csak egyszer szokott csettinteni. A Dombovári kétszer csettint című, igen. Úrra csak egyszer. És akkor tényleg, tehát akkor ő létrehozhatott volna egyébként egy teljesen hibátlan, genetikailag tökéletes ember, nem egy olyan rendszert, amely azon alapul, hogy az erősebb megeszi a gyengébet, mert akár tetszik, akár nem, az egész élővilág erről szól, ez a mikroszintől a makroszintig erről szól, tehát létre lehetett volna hozni egy ilyen valamit. De visszakanyarodva, vagy erről áttérve egy kicsikét, hogy ennek az egész, a mostani a adásunk, ez a halálpanel, ez a, egyébként majd ott akkor elmondjuk, hogy ez micsoda, hogy a Bill Gates-nak egy ilyen interjújában, hogy ez nagyon jól felső ezeket a dolgokat. De igazából van egy nagyon fontos dolog, ami ennek az egésznek, a kerékötője ennek az egész gyógyászatnak, sőt én úgy látom most igazából az egész emberiségnek, ez pedig az úgynevezett függetlenség. Tehát a orvosok, a gyógyításban résztvevő összes kórház, ez egyáltalán nem független. Mert kitől függ? A gyógyszergyáraktól függ. Persze. A gyógyszergyáraknak a vezetői, azoknak mindenkinek van egy szakmai vezetője is természetesen, de az elsődleges vezetője, az elnök vezérigazgatója, az üzletember. Világos. Nevezzük, várjál most ilyen nagyon teátrálisan, nevezzük Mr. Smith-nek. Smith az Kovácsot jelent egyébként. Mr. Kovács reggel bemegy a gyógyszergyárba, és azt mondja, hogy körbenéz, irodába, és azt mondja, na, ma, milyen gyógyászati eredményeket értünk el? Na most ez egy ostoba történet, mert Mr. Smithnek eszébe se jutni ilyet kérdezni, hanem megkérdezte, hogy gyerekek, tegnap mennyi profitot zsebeltünk be? Erről szól a történet. Na most ez a legszörnyűbb az egészben, és akkor a függetlenség. Mondok neked egy példát. Itt a Hihetetlen magazin, vagy itt a Hihetetlen tévé. Ha nekünk lenne egy olyan támogatónk, mondjuk Magyarországnál természetesen erről beszélünk, igen, valamelyik olyan cég, mondjuk egy olajcég, a nemzeti olajcég, egy vagy valami, egy jó gazdag cég, aki lelkesen támogatja bennünket, az akkor nagyon jó lenne nekünk, mert akkor lenne ilyen dologból bevételünk, de ellenben ez a cég azt mondaná, hogy kedves Dombovári Szücs úr, nagyon jó, hogy jönnek ezek a témával foglalkozni, de megkérném,
ha egy mód van alternatív rá. Energiákkal ne foglalkozzanak, mert ugyebár mi a kőolaj felhasználással foglalkozunk, tehát jó lenne, hogyha ezzel nem foglalkoznának. És bármelyik ilyen cég, de ez vonatkozik a Hirdetem magazinra, és azért nincsenek benne ilyen hirdetések, de hirdetőknek egyből feltételeik lennének arra vonatkozólag, hogy ugyan már mi jelenhetne meg ebbe a műsorban, mi jelenhetne meg az újságban. Mert ezért fizetünk. Mert mi ezért fizetünk. Na most ezért néz ki egyébként az egész világ, tehát olyan, hogy éppen ezért nem létezik független média, mert a független média, ezt már csináltunk, az egész világról beszélek, a független média, emlékszel, nagyon jól beszélgettünk erről a témáról, hogy amikor egyiket 6 családnak a kezében van már a világ médiájának, vagy a világ médiának a legnagyobb része, a médiumoknak a legnagyobb része, 6 család kezében, és ez a 6 család gyakorlatilag gazdasági érdekekkel uralkodik ezen, és megint az újságban levő hirdetések is, ha megjelenik az újságban egy hirdetés, és nagyon komoly, egy Washington Postban, New York Timesban, akkor a New York Times értelemszerűen nem fog olyan anyagot lehozni, amely annak a hirdetőnek, aki az a kinti viszonyok között évente 10 millió dollárokat fizet a hirdetésért, bármilyen szempontból ellenmondja. Innentől kezdve ennyit az objektív újságírásról, és ugyanez vonatkozik, ugyanez vonatkozik a gyógyszeriparra. A Magyarországon miután nem ilyen rendszer működik, de kint Amerikában a nagy orvosi egyetemeket, egyetemeket, aminek orvosi kara van, gyógyszergyárak támogatják. Gyógyszergyárak meg fogják mondani neki, hogy figyelj, a képzésbe ezt és ezzel foglalkozzatok, szeretném, hogyha tőletek kikerülő kutatók nem folytatnának alternatív gyógyászatot, nem foglalkoznának azokkal a bennünket érzékenyen érintő kínos témákkal, mert akkor abból csak gond lehet. Mindent az utolsó szemig mindent meghatároznak. Igen, olyannyira, hogy még azt is, hogy mi legyen a reklám, és maradjunk a gyógyszereknél, hogy milyen reklámok vannak egyébként. Itt most ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy melyik országban, melyik csatornát és milyen műsort nézel. Én állítom, hogy túlsúlyban vannak a gyógyszerreklámok mindenhol, meg nálunk is. Hát akármikor reklám van, annak a fele az biztos, hogy valamilyen gyógyszer, vagy valamilyen ellenszer. És ezt most azért mondom, mert nagyon figyeljenek a kedves nézők. Valamikor itt a műsor folyamán elhangzik majd az is, hogy a hatalmas profit érdekében megvan a gyógyszer, aminek millió mellékhatása is van, mert mindegyiknek van, és ugyanaz a cég, amelyik ezt a gyógyszert gyártja, rögtön legyártja az ellenszert is. És akkor kérem szépen, tiszta sor, tupla pénz. Így van, tehát ez az egész rendszer, ez pontosan így működik, tehát ez az egész gyógyszeripar így működik. Hozzá kell tennem, hogy Magyarországon, a környező országban, Európában nem tudom, Magyarországon csak vény nélküli szereket lehet reklámozni. Tehát nálunk nem engedett meg, hogy olyan gyógyszereket, amiket csak az orvos receptet írja föl, azt nem lehet reklámozni. Az Egyesült Államokban is 1997-ig csak ilyen szereket lehetett reklámozni, de olyan mérhetetlen hatalommal rendelkezik ez az egész gyógyszerlobbi, mert ez egy világhatalom, de tényleg világhatalom, hogy sikerült elérniük, hogy megkerülték ezt a törvényt, és hoztak egy olyan rendelkezést, hogy mostantól kezdve minden terméket lehet reklámozni. Azt hiszem, az Egyesült Államokban az összes reklámnak a 40%-a gyógyszer, és valaki kiszámolta, hogy az Egyesült Államokban mivel lehet a legtöbb pénzt keresni, a fegyverrel? Hát, na. És mi a második? A gyógyszer. Természetesen. Na most azért... A harmadik egyiket az élelmiszer. Igen. De a gyógyszerrel lehet a másikat. Olyan profitot lehet bezsebelni. Emlékszem még, valamikor érintőlegesen foglalkoztunk ezzel a témával, és én direkt mondtam, hogy Robikám, légy szíves, ne mondd ki a gyógyszernek a nevét, és én persze kimondtam. Én emlékszem annak a fejfájás csillapítóra, és hagyj idézzem fel, mert ez majdnem nosztalgikus. Ami a 80-as évek végén 2 forintba került, a rendszerváltáskor 4 forintba került, most meg 800 forintba kerül. Az eredeti árnak a 400-szorosára ment föl, és akkor és is meg lehetett csinálni. Nincs. Igen, na most ez olyan termékekről van szó, olyan nagy gyártókról van szó, itt majd szó lesz a Bayerről, tehát egy ilyen fúzióról lesz szó majd a végén. A legvégén. Bayert azt el lehet mondani. Neki olyan termékei vannak, amit a 30-as, 40-es években találtak, kidolgoztak változatlanul. Tehát azóta arról már 2500 bört húztak le, de nem csökkentették az árat, és nézd meg egyébként, hogy milyen érdekes, hogy a gyógyszereknél nem létezik ez. Hogy hiába fújt ki már az egész, hiába adtunk el belőle 500 millió pirulát, attól függetlenül nem fogjuk leengedni az árat. Miért nem? Mert tudjuk, hogy olyan intenzíven bombázzuk az embereknek az agyát, annyira belesújkoljuk, hogy ez meglegyen,
Benne lesz majd az egyik bejátszásban, te fantasztikus vagy, mert te nem szedsz gyógyszert, ezért mérhetetlenül tisztellek téged. Én is nagyon-nagyon keveset, mert én rosszul vagyok minden a vitaminoktól is, a fejfájásomra szoktam szedni. De Amerikában a reklámok hatására tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen filmigjátékszerű, hogy bemegy az illető, és doktor úr, most láttam a tévébe, igen. Írja már föl nekem ezt, mert ez biztos jó. Az orvosnak megvan a kapcsolata természetesen a gyógyszergyárral, a kijáró ember oda ment hozzá a mintát, azt mondja, hogy természetesen, és ha fölé belül 500 darabot, akkor kap egy kéthetes tajföldi, teljesen ingyenes utazást. Igen, valami pénzt is. Az orvos, meg még valami pénzt is, bocsánat, igen. Csak összegszerűség. Elolvastam, és nem akartam innen szemennek. A Harvardnak, vagy azt hiszem neki is van orvosi kara, vagy valamelyik nagy egyetemen, a kutatóknak az ilyen orvosi támogatás címén kapott összeget félde napi 1 millió forintba maximalizálták, értelemszerűen dollárba, ez havi 30 millió, évi 360 millió forintba most maximalizálták. Igen. Ennél sokkal több lehetett, amit azért kaptak, hogy a gyógyszergyáraktól, hogy orientálják a vezetőséget, munkatársakat, hogy azokkal a témákkal foglalkozzanak, és olyan dolgokat foglalkozzanak, ami nekik jó. Még egy a bezárás. Az úgynevezett allopata, vagyis tüneti gyógyászat folyik az egész földnevű bolygón. Senki nem akarja meggyógyítani a betegeket, hanem kezelni akarja a betegeket. Persze, mert akkor tovább tart, egészséges ember ugyebár az nem jó, az egészséges ember nekünk nem jó. Nagyon-nagyon sok, nagyon beteg emberre van szükségünk, és azokat az embereket is elkezdjük gyógyszerezni, akinek az ég egyvilágon semmi baja nincs, és egyszerűen csak van egy olyan problémája, ami életkori adottság, vagy odajár, meggyőzik az embereket, és eszméletlen mennyiségű szert, főleg Amerikában, amerikaiak ilyen kicsit szűkátokörűek, kicsit agymosodtak, ők szenvedik el a legnagyobb agymosást, és ők aztán mindenre vevők, és két pofára zabálják reggeltől estig gyógyszereket, étenkiegészítőket, vitaminokat. Na de most ne legyél annyira naív, és ez csak egyetlen egy mondat, hogy vény nélküli gyógyszerek, és meg amit felír az orvos, Magyarországon én sem mondom ki a nevét, én is tudom, lehet ellenőrizni a patikákban, van olyan gyógyszer, ami csak receptre, vényre lehet kapni, de kitalálták ennek a light-os formáját, ami azt jelenti, hogy fele annyi hatóanyag, ezt lehet kapni, reklámban is benne van, és mi a vége? Kettőt kell bevenni belőle, hogy egyet hasson. Te jó ég, de jó, hogy ezt mondod, ezeket ez nem egyedi. Hát most hirtelen eszembe jutott én is, hogy így hogy fel. Igen, van egy sor, én is tudok egy olyan készítmény, egy gyomorra való készítmény, a 10 g-os változatát ingyen lehet kapni nagyon borsos áron. Igen. A 40 mg-os változatát az csak az orvos íratja föl, de ez ugyanarról van szó, de ha négyet szednél be, akkor ugyanaz, ennek csak sokkal, de sokkal többet költenél rá. Van olyan kenőcs, van olyan ízületi problémára mindenfajta olyan dolog, aminek valóban pontosan így van. De jó, két éve be se ugrott, de nagyon jó, hogy elmondtam. Akkor bevesszük a gyorsító pirulát, hát elég sokat beszéltünk, és akkor ha engem akarsz begyorsítani, de, vagy a műsort? A műsort, mindkettőnket. Szóval Amerikát említetted, akkor amerikai példával kezdünk. Tessék. Sadly, it appears that our federal government has been really extensively co-opted by the industry, and I'm really not a person given to sort of cynicism or conspiracy theories about this sort of thing, but many people in Congress have said they've got a stranglehold on us. They get into all the Capitol Hills in every state in the country and in Washington, D.C., and they're spending billions of dollars trying to create legislation that's either going to protect the industry or to help promote the industry. That's one of the things that the industry does with its vast wealth. It buys influence, and it also uses its wealth to co-opt any institution that might be expected to stand in the way of its drive for profits. So it co-opts, first of all, the U.S. Congress. It gives generously to political campaigns. It has the largest lobby in Washington. Nothing goes through Congress that it hasn't approved. So it begins with U.S. Congress, and then through the U.S. Congress and the administration, it controls to a remarkable extent the FDA. We need the FDA. The basic structure and the idea behind the Food and Drug Administration was in the public's interest, and I think the framework is there. What's missing is that there has been no oversight.
and Congress has allowed the industry to become the FDA's partner in the development of new drugs. Some senators said the FDA shares the blame. One of my concerns is that the FDA has a relationship with drug companies that is far too cozy. The incentives that we have in our healthcare system, in kind of healthcare as a business and all aspects of it, a business, are really kind of perverse in the sense of how we should be thinking about the public's health. Szóval elhangzott itt ebben az összeállításban, hogy a kongresszus megengedte az iparnak, hogy partner legyen, összeházasodjon élelmiszeresekkel, gyógyszeresekkel, stb. Stb. És ez rímel arra, amit te mondtál, hogy ez a partnerség egyúttal függőséget is jelent, mert kifizeti a révészt. Szóval ez ilyen egyszerű ez a képlet. Igen, na most majd a következő bejátszásban szerintem Bill Gates majd meg fogja említeni. Várjál, de hogy az Egyesült Államoknak akkor ő még, az egy 2000, emlékezetem szerint egy 2010-es ilyen előadás volt, akkor ő még arról beszélt, hogy a költségvetésnek a 17%-ák az egészségügyi kiadások. Igen. De az utána következő sorozat 12, igen, most utána, ezt most nem akarom a halálpanel témát egyenlel lelőni. Mm. Viszont a probléma a következő. A gyógyszergyárak olyan erős, olyan mérhetetlenül erős lobby tevékenységet folytatnak, olyan mérhetetlen hatalommal rendelkeznek, multinacionális cégekről van szó, a végén majd szó esik majd arról, hogy a két hatalmas, globális szereplője ennek a területnek, az ráadásul még egy fúziót is kötött. Tehát multinacionális cégekről van, kormányokon túlnyúló szervezetekről van szó, ez egy hihetetlen nagy veszélyt jelent. És ezek képesek arra, hogy befolyásolják a döntéseket, lefizetik a szó, és hiába mindenki lelkesen Magyarországon is hihetetlen népszerű téma, korrupció, meg korrupció ellenes ügyészség, meg nem tudom micsoda működik már az Európai Unión belül, az Európai Unióban 15-15 ezer lobbista dolgozik az Európai Unióba, Brüsszelbe vagy az EU-ba, a központjába, hogy azért, hogy az ott levő, nem sokan vannak, 670, nem tudom mennyien vannak azok, és plusz a stábjuk, igen, azokat befolyásolja, orientálja arra, hogy engedélyezzék, lobbizanak annak érdekében, hogy ide bekerüljenek a termékek, bekerüljenek, behozzák, engedélyezzék, felgyorsítsák, megcsinálják. Amerikában ez még nagyságrenddel még intenzívebb. De ez a 15 ezer, ez tényleg egy hiteles 15 ezer, itt, így van. 15 ezer ember dolgozik ott azért, hogy a különböző, és ebben minden, természetesen, bocsánat, nem azért a gyógyszeriparról beszélek, hanem az összes mindennek. Igen. Na de pontosan azért, mert az Egyesült Államokban és a Európában, Európai Unióban például más a szabályozás. Az Európai Unióban akkor kerülhet be egy szer, gyógyszer például, hogyha teljes egészében kipróbálták, és egyértelműen nincsenek mellékhatása, illetve mellékhatásokról kérdezem meg kezelőorvos egy gyógyszerészét. Ez így van. Amerikában először az alapvető vizsgálatok természetesen megvannak, először forgalomba kerül, és ha valakinek problémái vannak, és az bejelenti, igen, akkor utána kivizsgálják, ez egy nagyon nagy különbség. De Amerikában szörnyűséges ez az egész, valóban a kongresszus, megkönnyékezik a kongresszus, az Amerikának az amerikai két háza van a politikai intézményrendszernek, ott a szenátus, ott van 100 darab szenátor, és van a kongresszus, pedig hát az megfelel a parlamentnek, igen, tehát két kamarás, úgy, mint Nagy-Britániában, nálunk egy kamarás. Tehát ott megvan ez a bizonyos rendszer. Először megkörnyékezik a szenátorokat, utána megkörnyékezik a kongresszusi képviselőket, de tényleg a szó fizikai értelmében, sokszor mondtam már, az általam nagyon kedvelt Kevin Spacey, aki most ilyen tiltólistára került különböző dolgai miatt, jó, nézzük el neki volt egy ilyen Kártyavár című filmsorozata, hihetetlen népszerű a fickó, és zseniális színész egyébként, de ez a Kártyavár, ez egy angol regénynek az átültetés, és arról szól, hogy miképpen is néz ki ez az egész. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon javaslom a kedves nézőinknek, letölthető, megnézhető, mert ezt már régeség fölrakták, mert már lementek a tévébe az epizódok.
Sokkoló, Gabi. Sokkoló, aha, mert ezt mutatja be, hogy azt mondja, hogy én szeretnék valamit megcsinálni, akkor oda megyek, beívom a képviselőket, és figyelj ide, te körzetedben én biztosítok, mit tudom én, 200 munkahelyet, de te annak ellenére megszabadod azt, hogy én lebontsam ott azt, hihetetlen így azt van, a szörnyű, elképesztő játékot. De vissza a gyógyszerhez. Az egészségünkről van szó. Nagyon jó, amikor megkérdezted, és bocsánat, hogy nem akkor válaszoltam rá, ki fizeti a révészt, tehát a révészt természetesen mi fizetjük, mert a dolog úgy néz ki, hogy valóban akinek megvan a biztosítása, és bemegy, és én például, amikor voltak ilyen aszmás, allergiás problémáim, akkor szakorvoshoz kellett elmennem, és akkor én valóban az összegnek csak a 10%-át kellett kifizetni azért, a horroráru szerér, amiért csak be kellett fújnom az, mert ilyen fulladásos problémám volt, 18 000 forint. Én nekem 1800 forintot kellett fizetnem, de a TB az kipizeti annak a gyártónak a 18 000 forintot, érted? Igen. Most Amerikában meg ugyanez van. És ezek a gyógyszergyártók a termékeiket eszelősen, betegesen túlárazzák. Így van. És olyan statisztikákat adnak közzé, hogy azt mondják, hogy uram, de ennek után olvastam, a hölgyem, uram, önnek ezt a gyógyszer szednie kell, ez önnek 3000 dollárba fog kerülni egy évbe, ez most átszerűtöm a magyar pénzre, ez 840-850 ezer forint. De ez még mindig nagyon megéri magának, mert hogyha nem szedné ezt a gyógyszert, akkor lehetnének olyan tünetei, ami miatt kórházba kerülne 2 hónapot, és a 2 hónapos kerülne? Kérdése az pedig, mit tudom én, 5000 dollár lenne, tehát önnek baromira megéri, hogyha egész évben szedi a mi termékünket, a konklúzió semmifajta tény nem támasztja alá, hogy az illetőnek lennének ilyen problémái, de miután olyan emberek vannak, akit a média agymosottá tesz, hát gondold végig nálunk, én megmondom őszintén, én nem nézek kereskedelmi tévéknek a műsorait, mert én nekem a kevés szálú hajam is égnek áll akkor, hogyha meglátok egy reklámot benne, tehát hogyha én meg akarok nézni egy filmet, akkor azt egészben akarom megnézni, és olyan csatornán nézem meg, ahol nincsen ilyen reklám. Amerikában azokat a filmeket 5 percenként szakítják meg reklámmal, tehát szétszabdálják az embernek, fogalma sincs arra, egy 25 perces műsor, 50 perc alatt megy le, ami nagyon népszerű, aminek van egy ilyen agymenők sorozat, aminek mit tudom, volt 25 milliós nézettsége. De a tehetségkutatókat is azért nem szeretik sokan, mert mikor már kíváncsi vagy rá, hogy ki győz, akkor a reklám. Na, de ez zseniálisan megvan oldva. Na most ezeknek az embereknek, képzeld el, hogy ezek az emberek, ezeknek nyomják bele az arcába ezeket a végtelményiségű reklámot, ő ezt meg fogja venni, és nem is tudatosul benne, hogy amikor ő elmegy egy helyre, és abban a szerencsés helyzetben van, még mindig van 30 millió amerikai, akinek például nincsen egészségbiztosítása, az Obamacare ellenére, amit vissza akarnak vonni. Tehát amikor tudatosul benne, hogy oké, én kifogtam egy olyan jó helyet, hogy fizetik a TB-t, nagyon TB-nek nevezem most itt a mai példával, tehát hatalmas összegű TB-t fizetek, de ez a 17%, amit majd el fog itt mondani a Bill Gates is, ez nagyon sok 100 milliárd dollárnyi kiadás jelent, de ez mérhetetül túlárazott. Azokat a pirulákat, és erről már szerintem, amikor 6 évvel ezelőtt csináltuk egy műsort, akkor bemutattuk, hogy 1 centért állítják elő, de 3 dollárért adják darabját, érted? 300-szoros haszonnal lehet, és akkor is úgy adják, hogy 10 év múlva is úgy adják ezt az egészet, amikor már minden költség, már régeség betért, már minden bejött, annak ellenére így adják. Tehát ez a legnagyobb probléma, és ez oly mértékben leterheli az amerikai TB-t is, hogy ez szörnyű, és mi arról nem beszélve, hogy a kórházak minden létező költséget, ami beteges módon kiszámolnak. Mm-hmm. Tehát, hogyha voltak ilyen, összegyűjtött valaki ilyeneket, hogy valaki megnézték a tortkát, hogy hívják spatula tort. Igen. De van belőle fa, ilyen eldobható valami. Na, és erre kiszámoltak 12 dollárt. Na jó. Na, érted? Na, tehát 4000 forintot egy ekkora darab ilyen fára, amire lenyomja a nyelvedet, megnézi, oké, és eldobja. Na jó. Most képzeld el, ezt magasabb szinten. Megyünk akkor tovább, hogyha már ennyit emlegettük, a halálpanel Bill Gates főszereplésével. The proportion of GDP that goes to healthcare, is that overallocated? Well, the U.S. spends 17% of GDP on healthcare, and you drop down to number 2, which is Switzerland at 12%. And so you say, well, hey, what do we get for that?
Well, we get nothing. The health outcomes, which are complicated to compare, but the health outcomes are basically slightly worse, both in terms of averages and the inequity. Our bottom quartile is very ugly compared to all other rich countries' bottom quartile. Our upper quartile is somewhat better, but that's how you get the inequity. So we're spending at a huge rate, which if it wasn't increasing faster than inflation, it's increasing as a percentage of the economy, then okay, you can probably afford it. But as it continues to grow, it squeezes, unless people say, yes, I would like to be taxed a lot more, and most states have these super majorities that are required to do that, and you know it's not likely, and it's not clearly a good thing either. But unless, so if, as long as you're dealing with a finite amount, as the medical cost goes up, and that shows up both in state budgets as so-called state Medicaid spending, and it shows up in the federal budget as Medicare, and their part of Medicaid, it squeezes out everything else. So right now what you see is it's squeezing higher education. You're raising tuitions at the University of California as rapidly as they can, and so the access that used to be available to the middle class or whatever is just rapidly going away. That's a trade-off society is making because of very, very high medical costs and a lack of willingness to say, you know, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. So you, of course, well, that's an interesting thing you just said, which is just the last 3 months in life for one person or something, because we haven't had a discussion of how to allocate that money, it means we lay off three teachers to do so. I mean, in other words, we that's haven't right. had Society's this type of allocation. Making, we're making that trade-off because of huge medical costs that are not examined to see which ones actually have no benefit whatsoever. Well, wait, and because of pension generosity, we will be laying off over 100,000 teachers, which, you know, I'm very much against that. And the whole AFT will agree with me on that. Hát kérem szépen, tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy most hol dicsérjem meg Bill Gates-t, és hol bíráljam meg, mert mondjuk a világ most már nem, de az egyik leggazdagabb emberéről van szó, hogy ugye az elején elmondta, hogy az egészségügyi kiadások, amit említettél is itt a költségvetésben, minden mást kiszorítanak, és akkor hozta még a példákat is, hogy az oktatás, meg a nem tudom, mindent. Nagyon helyes, de utána mi jött, és itt tartunk a halálpanelnél, és ott volt az a bizonyos bűvös hármas szám, hogyha valaki 3 hónappal a halála előtt, hát mondjuk azt nem mondta ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, vagy mit tudom de, én, igen. Valami ilyesmit mondott, és nem először beszélünk erről, hogy akkor az egy felesleges kiadás, mert az hatalmas nagy összeg, mikor úgy is tudjuk, hogy szegény meg fog halni, mondjuk ki feketén-fehéren, akkor minek már gyógyítani. Szóval ezért is halálpanel, azért, hát hogy is mondjam, csak nem valami barátságos megközelítése a dolognak, csak az nem, mint amikor egy másik műsorban arról beszéltünk, hogy a népesség csökkentést hogy képzeli el Bill Gates úr, de hát az már lezajlott, na de illetve nem a népesség csökkentés, hanem a műsor, de itt szóval ilyen kijelentést, hát kövezzenek meg, hogyha nem értenek velem egyet, itt akkor most nem arról van szó, hogy eutanázia, vagy esetleg sorsára hagyom. Szóval, ha nagyon átvitt értelemben is, de ez gyilkosság. Hát figyelj, mondjuk nem annyira, na. Jó, például megmondom, ez a dolog azért az egész világon már jelen pillanatban is így működik. Hát. Most is vannak már olyanok, amikor megállapítja egy orvos, meg kell állapítania, hogy annak az orvosnak milyen betegsége van. Emlékszem, még a szegény azóta már elhunyt Gyurcsok Józsihoz, hogy rengeteg sokan jártak ilyen úgynevezett nullterápiás betegek, tehát akinél az volt, hogy semmifajta kezelés már nem segíthet, és akkor jött ő az ő földön kívülektől kapott energiával való gyógyítása, mert azok a hozzátartozók már senkiben másban nem bízhattak. De egyébként egy viszonylag közeli példa is van, amit mi saját magam a párommal átéltünk, amikor az ő
nagynénje elment a múlt évbe, akkor bevittük egy kórházba, fantasztikusak voltak, éppen az volt, hogy ez egy ilyen egyházi fenntartás, amiről van szó, csodálatosak, nagyon aranyosak tündérek voltak, de őszintén szólva az orvos azt mondta, nézze, neki ilyen és ilyen problémája van, 97 éves volt egyébként, és 90 éves korában szemüveg nélkül olvasta Hihetetlen magazin, tehát csak hozzá kell tennem, egy 92 éves korában, és azt mondta, hogy őszinte leszek, életmentő műtétet egy ilyenkorú betegen már nem vállalja. Végre. Azt mondja, hogy addig fog élni, amíg szervezete kitart. Nagyon-nagyon erős volt a szervezete, azért élt 97 évet, és ez így is történt egyébként. Tehát ott volt bent körülbelül 3 hétig, és mondta, hogy azokra a problémákra nem hajtják végre. Na most ez egy nagyon-nagyon emberi dolog, amit a Bill Gates elmondott, mert azt mondja, hogy mindenkinek a saját egészsége a legfontosabb. Én azt mondom, hogyha én magyar állampolgár vagyok, fizetem a TB-t, elég szép összegű TB-t fizetem, akkor elvárom, hogy én kapjak meg mindenfajta ilyen dolgot, és baromira nem érdekel, hogy most hogy ez mennyibe kerül a költségvetésnek, így működik a rendszer. Ez viszont nagyon radikálisan meg fog változni. Emlékezz vissza, még egyszer mondtam, ez 2010-es volt, az föl volt írva, hogy 2010. Na azóta ez nagyon-nagyon kezd így megváltozni. Tehát egyre többet célozgatnak arra, hogy, és már Magyarországon is létezik olyan, hogy kijönnek az új készítmények a daganatos betegségek ellen, áttörés várható egyébként, olyan kutatások zajlanak, magyarok is résztvevői, áttörés következhet be, tehát hogy a daganatos betegségeknek néhány éven belül a nagy százaléka gyógyítható válik, aki már úgynevezett nullterápiás, de hogyha időben elkapják, akkor lehet gyógyítani. De azt mondták, hogy most vannak nagyon-nagyon komoly gyógyszerek, egy adag, nem tudom, 1 millió forintba, tudom, 1,5 millió forintba, azt csak annak fogják adni. És csak külföldön kapható. Így van, pontosan. És csak annak fogják adni, akinél esély van arra, hogy ez a dolog ez segíteni fog. Ha van egy idősebb ember, és ezzel, ez egy nagyon szörnyű dolog, Földbolygó 2019, szembe kell nézni vele, hogy azt fogják mondani, hogy elnézést, ne haragudjon, ön mit tudom én, 85 éves, olyan előreadott állapotban van, hogy ez tényleg pénzkidobás, nem, és ez emberi. Meg lehet, objektíven meg lehet érteni, mert valóban az egyébként, mert semmit nem fog rajta változtatni, de? És hiába használják a szert, akkor is el fog menni. Na de emberileg? Na de emberileg ez hogy tudja ezt valaki megérteni, de sajnos a világ egyre jobban racionális, ebbe fog elmenni, és miután megint azt mondom, hogy ez megint pénzkérdés, megint üzlet. Persze. Éppen olvastam, hogy volt valami olyan gyógyszerféle, amit olyan drágán állítottak elő, egy ilyen, nem tudom, 12 ilyen beteg van az egész földön, és valami 1 milliárd vagy 5 milliárd forintnak megfelelő összegbe került, egy valaki megkapta, az meg is gyógyult, és nem csináltak belőle többet, mert azt mondták a másik 11 ember, hogy hát szel a zsíznyű, ahogy mondaná félművel francia, ha tudna oroszul. Tehát azt mondták, hogy hát sajnos így jártál, és rengeteg ilyen valami van. Ezt emberileg földolgozni, főleg amikor az ember egy kicsikét elgondolja saját maga, hogyha ez velem történne meg, én hogy állnék hozzá, de erre megy az orvoslás. Üzlet, semmi más, senki más nem érdekel ebbe az egész átkozott műfajba, csak a pénz. Minél nagyobb profitot zsebeljünk be, minél nagyobb hasznot csináljunk, és nem érdekel. Nem érdekel, hogy neked milyen problémád van. Így jártál. És mielőtt még megdobálnának bennünket, én mindig hozzáteszem. Én megdobálok szívesen. Jó, hogy tisztelet a kivételnek, mert hát azért vannak kivételek is. Na menjünk akkor tovább, mert néhány sarkalatos vélemény következik röviden, hogy hát tényleg meg kéne reformálni, vagy át kéne alakítani ezt a bizonyos egészségügyi rendszert. Dominated by doctors and hospitals, pathologists and pharmacologists. And that sort of a system is going to look after itself. It wants more work and it's truly not interested in reducing the amount of illness and disease. The more work they get, the more profit there is. And so that's part of the medical industry. And it does need to be there. It's very, very important. The medical industry does get a lot of things right. Infant survivability at birth, brilliant. A&E trauma medicine, brilliant. God forbid you get smashed up on a motorway and they have to put you back together again. They're very good at doing that. Disease, pathetic. The medical profession has it wrong. It's going up, stroke going up, Alzheimer's and senile dementia and cognitive impairment going up.
a change is due. Clearly the old ways aren't working, and what we need to do is we need a fresh paradigm, and we need to go back to basics. And basics is all about going back to look at these cultures who don't get these problems, in the same way that if you want to be a millionaire, go talk to a millionaire. Don't talk to the guy down the pub still recovering from the last golden opportunity. Go find these people who are living 100 years routinely without cancer, heart disease, and see if you can figure out how they're doing it. And we've done that work. We've done that science. It's been done over the last 100 years, and it's been completely ignored. Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz ez bármit is hozzátenni, és megmondom őszintén, hogy... Nekem? Nem, akkor na tessék, tegyél hozzá. Jó, emlékszel, sok műsorban foglalkoztunk azzal, hogy reneszánszát élik a különböző ilyen alternatív gyógymódok, tehát ezek a különböző terápiák. Az a baj, hogy azok is elég sok gond van, hihetetlen népszerű szerepkörökben, nem csak Magyarországon, mindenhol a lugosítás. Igen. Ha valakinek lugos lenne a szervezet, akkor abban a pillanatban elhalálozna, mert hogy ugyebár neki nem lehet lugos, mert hogy a gyomrodba gyomor sav, csupa nagybetűvel kell lennie, mert az tudja a táplálékot fölbontani. Amennyiben ott lug lenne, akkor azonnal elhűl az ember. Tehát ezek végtelen ostobaságok. Rengeteg ilyen dolog van. De... Bocsánat, mondhatok én is egy ostobaságot? Persze. Utána lehet nézni, olvastam. Mert ugye azt már félig-meddig bebizonyította az orvostudomány, hogyha valaki, ez most nem szesz reklám, de mit tudom én, naponta egy fél pohár vagy egy pohár vörösbort megiszik, az egészséges, és akkor kitalálták azt, hogy vörösborral arcot mosni, mert akkor az egészséges, és megfeszíti a bőrt, kozmetikusok kitalálták, ki is próbálták, csak utána rájöttek, hogy igen, megfeszült a bőr, és utána úgy kiszáradt, hogy nem lehet megismerni. Na mindegy. Na. De igazából az a probléma, hogy mint a bejátszásból is kiderült, hogy elmondta, hogy, és amit én a legelén említettem, hogy az úgynevezett allopata gyógyítás, ja, tehát hogy a tüneti kezelés zajlik. Tehát a természetgyógyászat és sok-sok ilyen gyógymód, az nagyon-nagyon helyesen arra menne, hogy az okokat szüntessük meg. A gyógyszernek az a lényege, beszéltünk arról már valami más adásban, más konstrukcióban, hogy neked szerencsére nem szokott fájni a fejed, nekem időváltozásoknál előfordul, beveszem azt a bizonyos pirulát. De más problémáknál van valakinek valami problémája, olyan, mint amikor a fogfájásra beveszek egy Demagont, vagy nem, bocsánat, megint kimondtam a nevét, elnézést. Azt már nem is lehet kapni. Jó, tehát akkor beveszek egy ilyen gyógyszert, tehát egy fogfájásra speciális gyógyszert, de attól még a fogam az ugyanolyan beteg lesz, tehát nem fogja megoldani. Na de ez az egész egészségipar vonatkozik. Tehát az a lényeg, hogy csupa csak olyan szereket gyártunk, amivel nem lehet téged meggyógyítani, hanem csak kezelni lehet, és akkor a gyerekek elkezdik 6 éves kortól, és 96 éves korig ez egyfolytában megy. Minden életszakaszodban meg fognak találni valamifajta olyan problémával, amivel téged akkor reolazni lehet, és ha az arcodban nyomják ezeket a recepteket, akkor te nem, bocsánat, hanem azok az agymosat, amelyek rohannak, de tényleg, megjelenik ilyen reklám, és abban a pillanatban sorok állnak az orvosoknál, és iratják fel ezeket, mert most mutatták be, és az fantasztikus, és nézd meg azt az egészséges embert, piros posgás, valami, és ahogy megkérdezi, hogy és én már használom, és te? Igen. Ez az amerikai reklám volt, így, hogy te, és... Tehát ezekkel foglalkozik, egyszerűen szörnyűséges, hogy ilyeneken múlik. Tehát, hogy az embereknek ez alapján kell eldönteni, hogy megveszik azt a szert, és meg tudják venni. Az alternatív gyógymódokkal az egyetlen egy probléma, hogy rengeteg olyan valami van, amit én őszintén megmondok ebben a műsorban, és ezért nem foglalkozunk azért annyira intenzíven. Én megállok a növésbe tőle, amikor azt hallom, hogy ilyen fékezett habzású kvantumgyógyászat, meg ezek az egy szörnyűségeket, ezek borzasztóak. Nem létező dolgokra próbálnak semmifajta eredmény nélkül ezeket megcsinálni. Ez a másik probléma, hogy az egyik oldalon van egy olyan orvoslás, ami tüneti kezelés folytat, és nem akar meggyógyítani, hanem csak kezelni akar. A másikon jönnek azok a teljesen értelmetlen, komolytalan, agybeteg ilyen különböző gyógyászati módok. Az elnevezés egy szörnyűségű, szerintem az, aki ezt elmondja és előadást tart róla, az sem tudja igazából, hogy ez most mit jelent, és mi a fenét lehetne kvantumgyógyászatot csinálni, meg a DNS gyógyászat, hogy a DNS befolyásoljuk neked, gyerekek. Ilyen nem létezik. Ha létezne, én lennék a világ legboldogabb embere, mert azt mondanám, hogy akkor meg tudjuk oldani, amit kedves földönkívüli barátaink elszúrtak
akárhány millió, vagy 450 ezer évvel ezelőtt, és rosszul csináltak meg a génállományunkat, az milyen jól hangzana egyébként, hogy most pusztán csak gondolati energiával a DNS-ünket át tudnánk programozni, és meg tudnánk változtatni. Igen. Tele lenne a világ egészséges, mosolygó emberekkel. Így van. De helyette tessék kimenni az utcára, és tessék majd nézni egyetem mosolygós embert, igen, és akkor tessék elküldeni a fényképét hozzá, hogyha teszik talán. Jó, hát szóval nincsenek ilyenek, persze, hát olyan beteg az egész társadalom, az egész világon. De mondtad az egész világon, de mondtad, hogy mindig ilyen jó kiállású, ilyen fit, egészséges emberek. Szóval én megmondom őszintén, hajnövesztőszert még nem láttam úgy reklámozni, hogy kopasz ember mondta volna. Úgyhogy... Hát amikor én is... ez ne viccelj. Például nem régen, éppen néztem ilyen, hogy tud leadni nem tudom milyen kilót, és ott van egy ilyen vékony gyerekű nő, és igen, éppen oda van rakva mérszer. Mondom, drágám, jó, neked nem sokat kéne már leadni egyébként, annak, aki meg leadni, az meg ezekre a módszerekre úgy sem fogja leadni. Hát így van. Hát ez olyan, mint hogy 5 óra alatt megtanult tökéletesen egy idegen nyelvet, persze, és beszélni fog. Na jó, akkor megyünk tovább, szalad az idő, és ha már itt a hölgyeket meg a karcsúságot említetted, akkor a hölgyek figyelmét felhívom különösen arra, hogy az a bizonyos hormon kezelés, ami nagyon sokáig volt, mit ért vagy mit sem. Az értékesítés és a profit akkor is rendben volt, amikor az orvosok az 1960-as években a nők változókorát, ami egy természetes állapot, betegségként definiálták. A hormonpótlást még a tévében is reklámozták. Az ösztrogén pótolja a hiányzó természetes hormonokat. Hosszantartó kezelésre is alkalmas. A nőknek a változókor idején időbe orvoshoz kell fordulni, hogy az egyetlen lehetséges kezelés a panaszokat enyhítse, és időben elkezdődhessen a hormonpótlás. A hormonpótlásban részesülő nők védettebbek a merrákkal és a méhnyakrákkal szemben, mint azok, akik semmilyen hormont nem szednek. Az egész világon igazolták ezt a kutatások. A kampány eredményes volt. A nők közel fele részesült hormonpótló kezelésben. A változókor egy teljesen természetes életfolyamat. Ezt átdefiniálták kezelendő betegségnek. Az orvoslás elmúlt évtizedeiben ezt tartom az egyik legnagyobb katasztrófának. Nem volt még ilyen széles célcsoport, amiről később aztán megállapították, milyen nagy károkat okoztak a kezeléssel. A kutatások botrányos eredményeket hoztak, kimutatták, hogy 30 évvel a hormonpótlás javaslata után a hosszú távú hormonkezelés hatására nőtt az infarktus, a trombózis, sőt a merrák előfordulása is. Egyértelművé vált, hogy végig olyan terápiát alkalmaztak, aminek semmi bizonyítéka, semmi tudományos alapja nem volt. Ezt egy elismert német szakember mondta, a botrány nagyobb volt, mint a Kontergánnál, sokkal többeket érintett. Miután kevesebben kaptak hormonkezelést, a rák előfordulása is csökkent. Vajon hogyan történhetett, hogy a nagy tudósok komoly aggályait ilyen sokáig félresöpörték? Sok orvosi szaklapban megjelenő cikket a Wyatt által felbérelt orvosok írtak. Ez a cég volt a készítmény fő előállítója. Azok, akiket a gyógyszertárakban kérnek fel írásra, az ipar véleményét képviselik. Tehetségesen rejtik el a sorok között a reklámot. Szóval említetted itt az amerikai példát, hogy kimegy a gyógyszerbe, veszik, aztán majd szólnak, hogyha valami baj van. Na most itt hasonlóképpen elhangzott az, hogy olyan terápiát alkalmaztak, aminek semmilyen tudományos biztosítéka vagy bizonyítéka nem volt, és aztán kiderült, hogy jaj, bocs. A legszörnyűbb az egészben, hogy föl tudnak bérelni egy neves, ismert, olyan, annak a szakterületnek egy ismert valakit, aki egy orvosi labban megír egy ilyen cikket, amelyben vizsgálatok nélkül, megalapozott vizsgálatok nélkül, vagy volt olyan nagyon sokszor, hogy 200-as minta alapján, 200 ezereset kellett volna, 200-as minta alapján mondtak le bizonyos, akkor sem teljes értékű következtetéseket, ezt megjelenteti ebbe a labba. A következő körbe, miután ugye ezek a gyógyszertárak, vagy gyógyszergyárak áttételesen esetleg
különböző médiumoknak és ilyen kiadványoknak a tulajdonosai, megjelenik, figyelj, tehát zseniális módszer, megjelenik egy orvosi szaklapban egy ilyen fizetett cikk, amiről senki nem tudja, hogy az. Majd az egyik nagy újságban, is maradjunk most direkt, maradjunk távol tengeren túl Amerikában, egyik nagy újságban, New York Times, Washington Post, megjelenik egy cikk, szintén fizetett cikk, ami arra hivatkozik, hogy most jelent meg Dr. Harold Brownnak a cikke, ez a zseniális kutató bebizonyította, hogy innentől kezdve a tévében, meg a következő hozzácsatlakozó műsorban el fogják mondani, hogy kérem szépen, elolvashatták ebbe az orvosi lapba, de aki onnan nem értesült, az újságból, na, utána ez megjelik a televízióba, és onnantól kezdve azokat a dolgokat, aminek itt a hölgyem, de semmifajta alapja nincs, nincs meg az alapja, nem megalapozott, az tényként fogják kezelni, és innentől fogva így áll hozzá mindenki, és az ember, egy átlagembert, mondom, Amerikában sajnos eléggé agymosodtak sokkal jobban, mint nálunk. Nem lehet arra egyébként kényszeríteni, hogy ő mindenek nézzen utána. Ő azt mondja, hogy kérem szépen, emlékszel, régenben beszéltünk róla, mitől igaz? Hát láttam a tévében. Hát mi lenne akkor? Megnézi a tévében, és azt mondja, hogy hát csak nem gondolja valaki, hogy ez a nagy, általam kedvelt, szeretett tévé, aminek van 50 millió nézője, az a pofánba hazudik, igen. De igen, kedves állampolgár, igen. A pofádba még hazudik. Még hogyha egy celeb és egy világhírű ember mondja, akkor is. Na ez a lényeg egyébként, hogy megnyernek ilyeneket, és azt fogja elmondani, és kapja egymillió dollárt, és mosolyogva el fogja mondani, és mindenki elolvad, és azt mondja, hogy ha ő, akkor rohanunk a doktorhoz, már is feliratjuk a szertet. Na jó, akkor itt a műsor elején már említettük, és hát elhangzott itt a képsorokban is, hogy miféle összefonódások vannak az ipar és a különféle gyártócégek között. Most egy viszonylag friss összefonódásról lesz szó. 2018-as, úgyhogy tessenek figyelni, hogy ez a bizonyos Monsanto. Monsanto és a Bayern. És nem mi találtuk ki, és ez itt nem reklám, hanem kérem szépen ezek tények, tessék. Told someone 2 decades ago that by 2018, the company that commercialized chemical warfare and the company that commercialized Agent Orange were going to team up to control a quarter of the world's food supply, chances are you would have been labeled a loony. Unless your name was Robert P. Shapiro. He was CEO of Monsanto from 1995 to 2000. And in 1999, he told Business Week that the company's goal was to wed 3 of the largest industries in the world, agriculture, food, and health, that now operate as separate businesses. But there are a set of changes that will lead to their integration. These 2 corporate giants are in fact committed to the consolidation and transformation of the world's food supply in the hands of the genetic engineers. Monsanto is one of the most hated corporations in the world. It is, after all, difficult to think of a company that has ruined the lives of more people around the world, either directly through its coercive and litigious practices against small farmers the world over, or indirectly through the pollution of the food supply with their genetically modified crops. Many are familiar with the company's sordid past, including its role in the development of Agent Orange and its contribution to the epidemic of farmer suicides in India. But in recent years, Monsanto has gained special notoriety for its attempt to push the boundary of patent law
in a self-admitted effort to gain a monopoly over the world's food supply. Monsanto has been not just evil, but extraordinarily effective in spreading its evil seed around the world. Hát nem titok, elmondtuk ezt a két óriás céget, és azért mondom, hogy nem titok, ez 2018-as fúzió volt, ahogy elmondtad az előbb, és azóta gondolom, miután ez éppen hogy tavaly volt, nem sok változhatott ez ügyben a világban. Csak nagyon gyorsan, volt egy IG Farben nevű cég, aki ez sajnos azért híres, hogy a II. Világháborúban, a haláltáborokban a Ciklon B-gáz, ők állították elő, a legnagyobb gyógyszeripari cég voltak, a legnagyobb vegyipari cég Igen. voltak, már akkor valami 93 céggel álltak kapcsolatba, fölvásárolták többek között a Bayert, és most már az elég kínos volt ez a név, tehát Bayer néven mentek. Igen. A Bayerről senki nem tudja igazából felfogni, mert legtöbben az aspirint ismerik, ami 80 éve létezik. Tehát úgyhogy nem is annyira reklám, hogy mondjuk. Ez nem is, igen, de nem, ez már 80 éve létezik, de ők a világ minden szintjén ott vannak. A Monsanto, azok élen jár a génkezelt élelmiszerekbe, kizsigereli az egész emberiséget. És a földet. És ez a két, így van, és ez a két óriás most fúzionál. Már, bocsánat, a mezőgazdaságot. Mezőgazdaságot, ugye? Így van, és így gyakorlatilag kialakult egy olyan multinacionális kormányok, országok felett álló, az egész világot beállózó valami, ami gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált. Most már ők forgalmazzák ezeket a GMO-kezelt magvakat, ők forgalmazzák a gyógyszereket, ők mindent ők csinálnak. Tehát egy akkora hatalmas valami jött létre, igazából nem tudom, hogy miért nem figyelt erre mondjuk az Európai Unió, meg trösztellenes törvény, de annak ellenére jóvá hagyták. Tehát egy olyan valami jött létre, aminek itt mi emberek el sem tudjuk képzelni, hogy ezzel milyen hatalom került az egész a kezükbe, és miután az egészséggel, az élelmiszerrel uralkodni lehet az emberek fölött, mert két hihetető fontos dolog, gyakorlatilag ezek innentől kezdve uralkodnak fölöttünk, az összes feltételrendszert, amiben ennünk kell, élnünk kell, gyógyulnunk kell, ők fogják meghatározni. És, mint ahogy a gyógyszernél elmondtuk, hogy ugyanaz a cég, amelyik gyártja a gyógyszert, ugyanaz a cég gyártja annak az ellenszerét is, dupla, és hogyha már itt mondtad ezt a másik céget, hogy módosítás, én meg azért mondtam, hogy a mezőgazdaság, mert tönkreteszik a termőtalajt, és utána ugyanúgy tőlük lehet megvenni azt a szert vagy vegyszert, amivel megpróbálják helyreállítani. Hát a Monsantot olyan magvakat árul, ami következő évben nem kell ki, hanem még egyszer meg kell venned a magvakat. Hát ez az. És hogyha pedig véletlenül mégis használod, akkor pedig olyan pereket akasztanak a nyakadba. Ja. Na mindegy, ez megy egy másik történet, jó. Majd még foglalkozunk vele. Mutatom a nyereményeket, kérem szépen a februári száma a Hihetetlen magazinnak, az Elit Ödrő Ördögi terve, csak ennyit mondok róla, fél éves előfizetés, ahogy ezt már megszokhatták, itt van az egybecsomagolt két sikeres vagy legsikeresebb külön száma a külön számnak, és akkor a könyv, nem véletlenül hoztuk ezt szóba, a GMO és a pusztítás magjai, ahogy itt tönkretesznek sok mindent. És itt van már a záró kötete, ez a 28. kötete az összeesküvés elméleteknek, mert hogy a kiadó nem, de dolgoznak már új kiadványokon is. Na most még annyit, hogy a Hihetetlen külön számot azt mondtam, azt is, hogy a Hihetetlen TV-kukac hihetetlenmagazin.hu-ra legyenek szívesek elküldeni a megfejtéseket. Elmondom, még mielőtt a játékkérdést föltenném, hogy a következő adásunkban megpróbálunk, remélem sikerül is, olyan eseményeket, történéseket feldolgozni, amelyek nagyon-nagyon megváltoztathatják az egész világnak az arculatát. Erről már a múltkor beszéltünk, most sorra is került. És akkor melyik két óriás vegyipari, gyógyszeripari cég fúziójáról beszéltünk, tehát erről a 2018-as egyesítésről van szó, nem régen hangzott el. Megköszönöm Robert nevében is. Jó! Megtisztelő figyelmüket. Kedves Dombóvár úr, köszönöm. És legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, minden jót addig is a viszontlátásra, a viszonthallásra, és lehet látni minket ugye pénteken 9-től 10-ig este, és még... És a következő alkalommal, 4 alkalommal megnézhetnek a 6-os csatornán bennünket, tehát az a lényeg, a 6-os csatornán mindig biztos a vágatlan, biztos az eredeti adást nézhetik meg. A pénteki főadás követő másnap reggel fölkerül a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalára. Vágy
ágyazott Facebook, YouTube, Dailymotion, illetve Indavideoként 8 különböző formátumban ez a dolog. És az oroszoknál a vékontakt. És az oroszoknál a vékontakt, de azt sajnos a mi Facebook oldalunkra értetokokban nem tudjuk belinkelni. Akik feliratkoztak a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV YouTube csatornájára, ott értesülhetnek a műsorunkra. A Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán a műsorhoz kapcsolódó videók, képek, szövegek találhatók meg, és itt mondhatják el véleményüket a műsorral, illetve az ott megjelenő anyagokkal kapcsolatban. Akkor még egyszer a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.